Látjátok ezt a háromlábú furcsaságot, ami a projektnek a lényege. A globális felmelegedésnek az egyik elég legjobb következménye megmutatjuk ezt az animációt, szerintem megfogjátok, hogy miről van. Így képesek együtt dolgozni, és ugye a függőleges magasságban a vízmérségnek, tehát a vízmérség miatt ugye szükségünk van rá, hogy emelni tudjuk. Ezen a dián látható például, hogy mi lenne az esemény akkor, hogyha így hagynák az egészet, ahogy van, és hagynák a természetet, hogy szépen hódítsanak a mangroveerdőket, pusztulnak. Azon a részen már látja a tártak elképzelte a kártrendszernek a hatását, megszűrje a talajt, illetve a hordalikot leszűri a folyóból, ezzel maga előtt betornyosítja és elsegélyesíti az előtte lévő területet, a túloldalról pedig a tengerkörű oldalról hullámtörő funkciót is ellát. Itt látni, ahogyan a gyökérzet benőtte már ezeket az elemeket. Uszályról, tehát hajóról darúzzák be ezeket az előre elkészített elemeket, amit a víz alá kerülnek egy magas nyomású beton befeskendezéssel, tehát legyőkeresztetjük ezeket az elemeket, majd hogyha ez megszilárdult, elműtetjük a csemetét, és hát várjuk, hogy megjöjjön és tárgyat alkosson. És itt következik a természetnek a munkája, ami nagyon érdekes, mert a tervnek az a lényege, hogy egyrészt ne hagyjuk magam után sok hordalékot, mert ezek a mangrovék megerősödnek annyira, hogy megtartják saját magukat, amikor ezek az egészében visszamorzsolódnak a talagba, és beépülnek, nem kérdeznek hordalékot. És akkor a halak, a rákok, pedig állatok be tudják minősíteni, és egy egészen komoly és ökoszisztémát tudnak kialakulni. Illetve a helyi lakosságnak is nagy szerepe van ennek a fenntartásában, hiszen az övezetek egyesek szükségesek. Úgyhogy igazából
azt reméljük, hogy ezt a tervet fogjuk tudni a valóságban is megtisztelni előbb-utóbb, most ezzel foglalkozunk erősen. Sokat, igazából elég sokrétű volt, vagy hát nagyon sokféle ember alkotja, mert egy biológus, bubár, környezetmérnök, tervezők, építészek, mérnökök, mindenféle emberek. És azt gondolom, hogy igazából ez tette sikeresé ezt a tervet, hiszen annyira sokféle gondolkodásmód csatázott egymással ezeken a találkozókon, amikor foglalkoztunk a dolgokkal. Ugye a vége talán pont ettől ennyire valóságos, hogy hát ez volt a cél, hogy a megvalósítás felé tudjunk mozdulni. Úgyhogy ezt szeretném most elérni. Ja, és hát most nem fogok tudni mindenkit felsorolni, de nagyon érzik a közös munkát, és itt látjátok meg ki ez a rengeteg ember, és milyen sokféle az a rengeteg ember, akivel együtt dolgoztunk. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltak. És azt hiszem, ennyit akartunk elmondani, köszönjük a figyelmeteket. Úgyhogy van kérdés. Ami mindenhol másképpen jelentkezik, és azt gondoltuk, hogy érdemes próbálni fókuszálni, és konkrétan egy helyszínre valamilyen valóságos megoldást találni. Úgyhogy lehetséges, hogy lehet ezt a tervet adaptálni más környezetekre is, valószínűleg más résztvevőkkel. A vízszintemelkedés gyorsul, és körülbelül egyébként ilyen 100 méter 10-15 centi. Ami... Szóval nagyon kemény dolgok, azt mondjuk, nem visz. Úgyhogy, és ezért is választottuk pont Bangladest, mint egy ilyen lehetséges helyszínt erre, mert hogy ennek az országnak a területe nagyon kicsi szintkülönbséggel rendelkezik, és nagyon gyorsan el fogja önteni nagyon nagy részét. Úgyhogy már elég égető ez a probléma. Bocsi, azt teszteltétek, hogy meddig működik ez a dolog? Tehát mi az a vízszint, amikor nyilván a beton részek eltűnnek egy idő után, és gondolom egy bizonyos magasság után össze fog omlani a gyökérrendszer, nem? Azt teszteltétek, hogy ez meddig működik? Ez a mangrove, ugye ez ilyen svédzői képzettel ellensúlyozott egy ilyen sajátos maga az egész növény, ilyen végző és támasztó gyökerei vannak, mikor a maga a beton ellen használódik és elfogik, addigra már a maga az által annyira kialakul képes lesz ezt az egész rendszerben tartani. Illetve egyébként még azt is mondtam, hogy nem teszteltük, ez egy terv, ami arra várjuk, hogy segít. De az a helyzet, hogy igazából nem történik semmi ezekkel a mangrovékkal, ami a valóságban nem történne meg velük, szóval nagy valószínűséggel nem fog ezt a következni. Köszönöm, hogy már éreznek, hogy...